A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulóinak összművészeti kiállítása nyílt a Magházban. A Kukucskáló című tárlat keretein belül a diákok rajz, festmény, fotó, illetve irodalom és zene kategóriában mutathatták meg tehetségüket. Az éneklés ez nekem mindig ilyen autodidakta módon jött. Igazából 12 éve gitározok, és azzal együtt jött így ez az egész. Néha felkértek énekelni, stb. Hasonló rendezvényeken, és így jött nekem az éneklés. Hát kb. Olyan 4-5 éve éneklek talán így rendezvényeken. Eleinte szokatlan volt, meg jártam én is például színjátszó körbe, és ott például furcsa volt fellépni, mert ott nem csak zenélni kellett, hanem játszani is. Meg nyilván eleinte zenélni is furcsa volt, izgultam, stb., de már úgy gondolom, hogy hozzászoktam, de természetesen egy kis egészséges izgalom mindig van az emberbe fellépések előtt. Például, amikor ideges vagyok, vagy nem is feltétlenül kell idegesnek lennem, csak kicsit már így elfáradtam, például iskolában, stb. Többi mindennapi tevékenység által, akkor nagyon jó kikapcsolódás ezen, és igazából úgy nagyon gyakorolni, nem, legalábbis arra nagyon időt nem szoktam szánni, inkább szabadidős tevékenységként fogom ezt fel. Legalábbis nem szoktam muszájból zenélni. Viszont mindig örömmel tölt el, hogyha zenélhetek, és hát minden nap szoktam, egy órát szerintem minimum. A 11-es Sándor Zsóka azt mondja, nem volt kérdés, hogy bemutatja az alkotásait, szívesen tett eleget a megkeresésnek. Nagyon örültem, hogy részt vettek ezen a kiállításon, mivel ezelőtt főként Szekszárdon voltak olyan kiállítások, ahol nekem is voltak alkotásaim, viszont ez is régebben volt, tehát hogy így az utóbbi években nem vettem részt kiállításokon, és nagyon örültem, hogy jött ez a lehetőség, és megmutathatom újabb alkotásaimat is. Most jelenleg abban a korszakomban vagyok, hogy sok mindent próbálgatok, egyre több mindenben próbálom ki magam. Alapvetően nagyon sok mindent szeretek, nagyon szeretek tájképeket csinálni. Az emberábrázolás az, amit még sokat kell gyakorolnom. A legtöbb képemet, mint ezek közül is a kiállítottak közül, legtöbbet akrilla csináltam, de nagyon sokat szoktam például akvarelfestékkel is, általában ez a kettő. Az utóbbi pár évben jöttem rá, hogy én a jövőben is ezzel szeretnék foglalkozni, mert ezt tesz boldoggá. A legegyszerűbben megfogalmazva kikapcsolódás, tehát szabadidőm, bármikor van egy kis szabadidőm, akkor én festek vagy rajzolok valamit, mert tényleg élvezem. Az iskolában szeretnének hagyományt teremteni az eseményből. Dudai Gabriella tanár elmondása szerint már több diák is jelezte, hogy a következő lehetőségnél megmutatná alkotásait. Azért ez a címe lett, mert hogy ez lehetőséget enged arra, hogy belessenek egy kicsit abba a munkába, vagy abba az életbe, ami a háttérben folyik az iskolában a tanuláson kívül. És az a szándék vezérelt minket, amikor ezt megszerveztük, hogy olyan gyerekek is kapjanak lehetőséget, akik mondjuk nem egy sportegyesületben sportolnak, ahol egyértelműen az eredmények látszanak, vagy egy zeneiskolában zenélnek, hanem egy kicsit olyan műfajokban alkotnak, ahol hát nem kapnak annyi lehetőséget arra, hogy megmutassák magukat. Egyébként ez egy családi nap lett volna a gimnáziumban, csak a járvány miatt elmaradt, és az idén is majd tavasszal fogjuk csak megrendezni, amikor szeretnénk ezt a kiállítást ott az iskolában is megmutatni. És hát mivel ez a folyamat már tavaly elindult, ezért a járványhelyzet miatt akkor a Játszintal azt találtuk ki, aki ugye itt a Magházban szervezi ezt a programot, hogy a helyi újságban indít egy ilyen sorozatot a Virtuális Galéria címmel, és azok az alkotók, akiknek itt most a képei vannak, meg néhányan azok közül, akik a verseket is írták, már az újságban szerepeltek tavaly emiatt, és hát most őket szedtük össze, meg azokat, akiket újonnan megismertünk. Ez nem egy teljes körű bemutatás, mert hogy vannak olyanok, akikhez nem jutott el az információ, vagy nem voltak eléggé merészek megmutatni magukat, mert hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki ennyire megmutassa, hogy mi van benne, hogy engedjen bele kukucskálni a fejébe, úgymond, ahhoz kell egy nagyfokú bizalom. A tárlat október 29-ig tekinthető meg.